Nagy üstökben fő a lekvár Szatmárcsekén, ahol 18 évvel ezelőtt rendeztek először nemzetközi szilvalekvár főzőversenyt. A megnyitó résztvevőit köszöntötte a térség országgyűlési képviselője, Tilki Attila, aki augusztus 20-a alkalmából a Szent Istváni Intel megfontosságát hangsúlyozta. Szabó István, a megyei közgyűlés alelnöke, az erős közösségek fontosságát emelte ki beszédében. A magyar államiság megtestesítői azok az erős közösségek, az erős és stabil központi hatalom mellett, amelyek ezeken a településeken jelen vannak, és az ilyen és hasonló rendezvények alkalmával bizonyítják összetartó erejüket, a hagyományaiknak a tiszteletét, és azt a szándékot, hogy ezeket a hagyományokat, ezeket magukévá tegyék, és tovább is vigyék, átörökítsék az utánunk következő generációkra. Az idén 23 csapat nevezett. A környékbeli települések mellett dunántúli, erdélyi, párciumi és kárpátaljai résztvevők térnek vissza évek óta a fesztiválra. Szatmárcseke polgármestere szerint összefogás nélkül elképzelhetetlen lenne a közel két évtizedes siker. Embert próbáló munka, nem csak a szilvalekvárnak a elkészítése, hanem míg eljutunk odáig, hogy a katlanokat megrakjuk, a kis fa sátrainkat felépítjük, illetve leszervezzük a szállásokat, fellépőket, tehát iszonyatos munka, elmondhatom, úgy, mint a közmunkásainktól egész a benti köztisztviselői karig, bezárólag mindenkinek. Bár a tavaszi fagyok sok kárt tettek az idei termésben, mégis jó ízű szilvából készült a lekvár, melynek titkát nemzedékről nemzedékre átadják egymásnak a csekeiek. A titka, hogy nem tudom, szilvából jó életből van főzve, hát a ciberézését 2-3 óra hosszáig ciberézünk, utána még 6-8 óra hosszát öregítésre meg kell még főzni, és azt körülbelül. A kétnapos rendezvényen a látogatók tájjellegű ételeket kóstolhattak, népi mesterségekkel ismerkedhettek, és számos hagyományőrző együttes bemutatóját is megnézhették a Szatmárcsekei Turisztikai Központ színpadán.